Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Ma április 30-a Katalin és Kitty napja van. 59 éve megszületett Lars von Trier, dán rendező, forgatókönyvíró. 41 éve, 30 éves korában meghalt Szécsi Pál táncdalénekes. Most pedig nézzük a legfontosabb híreket egy-egy mondatban. Megnövelik a fizetéseket és a nyugdíjakat, nyilatkozta Alexander Vučić. Ma választja meg az elnökséget és a párt alelnökeit a Vajdasági Magyar Szövetség tanácsa. Folytatódhat az újvidéki Zsezsely híd építése. A Városi Képviselőtestület elfogadta a szükséges szerződés kiegészítéseket. Két vajdasági díjazott az idősek második Kárpát-medencei kulturális és művészeti vetélkedőjén. Megnöveljük a fizetéseket és a nyugdíjakat, nyilatkozta Alexander Vučić a mai kormányülés után. A szerb miniszterelnök szerint a reformok első jótékony hatását már az év vége előtt megérzik majd a lakosok, és már júniustól növekedés várható a termelésben. Értékelése szerint a közpénzek helyzete nem volt ilyen jó az elmúlt 10 évben, és hamarosan megteremtődnek a feltételek a fizetések és nyugdíjak növelésére. Erről azonban a Nemzetközi Valuta Alappal kell egyeztetni. Szerbia költségvetési hiánya az év első 4 hónapjára a tervezett 71 milliárd dinár helyett csupán 21,5 milliárd dinár tesz ki a hivatalos adatok szerint. Április hónapra a tervezett 17,5 milliárd dinár helyett 3,5 milliárdos többletet valósított meg az államkassa. Ezek az adatok a szerb kormányfő szerint európai viszonylatban is irigylésre méltóak. Imamo para sada. I trošit ćemo mnogo više na zapošljavanje ljudi, da se zaposli srpska privreda, da ljudi počnu da rade više i to ćete već od maja moći da vidite. Dramatično će biti veća ulaganja u putnu infrastrukturu, u železničku infrastrukturu, u aerodrom, u kompletnu saobraćajnu infrastrukturu, ali i u sva druga kapitalna ulaganja bit će povećani izdaci naši iz budžeta, zato što novca, kao što vidite, imamo mnogo. A kormányfő bejelentése szerint augusztusban tárgyalásokat kezdeményez a Nemzetközi Valuta Alappal a fizetések és a nyugdíjak növelése érdekében. Úgy fogalmazott, az év vége előtt zsebeiken érzik majd a javulást a polgárok. Ono, gde imamo i gde vidim teškoće za nas, to je proces privatizacije, ali evo da čujete moju konačnu ocenu i ocenu naše predviđanja vlade Srbije, to je da ćemo mi zahteve fiskalne zahteve MMF-a u programu trogodišnjem, 75% tih zahteva, možda i 80% tih zahteva ispuniti već u prvoj godini programa. A kormányfő a vállalt kötelezettségek ilyen gyors teljesítését kiemelkedő, csak nem csúcs teljesítménynek minősítette. Emlékeztetett, hogy a fizetések és a nyugdíjak csökkentése miatt az IMF az év elején az ország gazdasági növekedését -1%-osra becsülte, de ezt nemrég -0,5%-osra enyhítette. Alexander Vučić szerint a napokon belüli újabb minősítés már 0%-ra növekszik, augusztusban pedig 0,5, az év végéig pedig 1%-ra. Ezt a teljesítményt kisebb csodához hasonlította. Ma este választja meg az elnökséget és a párt alelnökeit a Vajdasági Magyar Szövetség tanácsa. Az eredményekről pénteken számolunk majd be. A május 1-i ünnepet követően állnak fel a szervezet testületei. A szombati Magyar Csernyei tisztújító közgyűlésen választotta meg a VMS az új 51 tagú tanácsot, amely saját tagjai közül választja meg a 21 tagú elnökséget, valamint az alelnököket és kinevezi a pártigazgatót, aki az adminisztratív szervezési feladatokért lesz felelős. Az elnökség választja meg az intézőbizottság nevű új testületet, a tanács kijelöli a felügyelő és a fegyelmi bizottság tagjait, ezzel zárul le a VMS tisztújításának folyamata. A VMS szombaton Magyar Csernyén megtartotta tisztújító közgyűlésének küldöttek ismét Pásztor Istvánt, a VMS eddigi elnökét bízták meg a párt vezetésével. Hamarosan folytatódhat az újvidéki Zsezsely híd építése. A Városi Képviselőtestület ugyanis elfogadta a szükséges szerződés kiegészítéseket, amelyek lehetővé teszik az anyagi eszközök átutalását a kivitelezőnek. A tartományi kormány két, Újvidék pedig mintegy 1 millió eurót biztosít a munkálatok befejezésére.
A késedelmet az okozta, hogy eddig nem volt megoldható a vajdasági pénzeszközök átutalása a munkálatok folytatására. Most már ez az akadály is elhárult. Očekuje na zaključenje aneksa ugovora između železnice pokrajine i grada Novog Sada. Pretpostavljam da će to biti organizovano da li u vladi Srbije ili u železnicama Srbije i nakon toga potpisivanje između uprave za kapital investicije pokrajine kapitalnog ulaganja, da ne pogrešim tačan naziv, i Zavod za izgradnju grada je i od tog momenta može sve da krene da funkcioniše. A pénz átutalása már a jövő héten megtörténhet. A szükséges szerződés kiigazítást a városi ellenzék is támogatta. Ovo je téma koja je značajna za građane Novog Sada i zbog toga Demokratska stranka će svakako podržati ovo. A tartományi vezetés ma teszi meg a kellő intézkedéseket ahhoz, hogy a munka mielőbb folytatódhasson. Mi ćemo u četvrtak na vladi doneti sve neophodne odluke koje će omogućiti da sredstva budu uplaćena i mislim da će se to desiti u najskorije moguće vreme čim dobijemo zahtev za plaćanje od strane investitora Železnice Srbije. Amennyiben május folyamán folytatódik az építkezés, a híd várhatóan 2016 közepe táján készül majd el. A projektet az Európai Unió, a tartomány és Újvidék városa finanszírozza. Statisztikai adatok alapján Vajdaságban 450-500 öngyilkosság történik évente. Ráadásul a 14 és 18 év közöttiek gyakrabban követnek el öngyilkossági kísérletet, mint 10-20 évvel ezelőtt. A szakemberek véleménye szerint a fő ok a depresszió. Még pár éve tabunak számított a betegségről beszélni, ma már különböző megelőző terápiákat és gyógymódokat alkalmaznak a kezelésére. A rohanó világ, az elidegenedés, a gazdasági helyzet mind rányomja bélyegét az emberek életére. Újvidéken több humanitárius szervezet is működik, amelyekben a depresszióra hajlamos emberekkel önkéntesek foglalkoznak, beszélgetnek. A Szív Központ telefonon és a világhálón is nyújt segítséget. Usamljenost uopšte je najveći razlog, zbog koga ljudi se i odluče da pozovu da pričaju sa volonterima Centra srce. I sad da, tu postoje grupe koje su mnogo rizičnije od nekih drugih grupa. Znači, pre svega su tu mlade osobe, onda jako stari ljudi, ljudi koji imaju fizička oboljenja ili ljudi koji boluju od neizlečivih bolesti, zatim ljudi koji boluju od mentalnih bolesti. Az Újvidéki Humanitárius Központban a szakemberek személyesen is elbeszélgetnek azokkal, akik felkeresik őket, és rám mutatnak az esetleges megoldások lehetőségeire. Radi se baš upravo na opovrgavanju njihovih iracionalnih misli. Znači, zato što oni misle da je život besmislen i da je sve crno i tu su nekako preterane generalizacije. Oni to generalizuju na ceo život i etiketiraju. Ovaj život je pakao. Tako da su te generalizacije preterane i netačne i onda mi radimo u stvari na opovrgavanju tih uverenja njihovih. A nagy kérdés viszont az, hogy a fiataloknál mi váltja ki a levertséget, szorongást. Ördög Róbert lelki gondozó szerint az okok egyrészt a családban keresendőek. A család, ahol a szülőknek nincs igazából olyan életcéljuk, hogy a gyerekeiket olyan életútra irányítsák, hogy érezzék a családnak az értékét, hogy a gyerek érezze azt, hogy a szülő foglalkozik vele, hogy időt szán rá. A szakorvosok szerint az öngyilkosságra való hajlam fő kiváltó oka a depresszió. Rano započinjanje lečenja depresije na vreme sa adekvatnim lekovima, adekvatno dugo, znači sa radnjom i adekvatno dugim uzimanjem lekova smanjuje verotnoću da će doći do ponavljanja nove depresivne epizode. Amennyiben valakinél felismerhetőek a lelki betegség jelei, mint például a szokatlan és különös viselkedés, a visszahúzódás, feltétlenül szakemberhez kell fordulni. Megfelelő kezeléssel a depresszió kigyógyítható, állítják a szakemberek. A Szabadkai Szú Együttes és a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület Gránátalma hímző szakköre is díjazott lett az idősek második Kárpát-medencei kulturális és művészeti vetélkedőjén Budapesten. Az Operettszínházban többek között fellépett a tavalyi díjazott is, a palicsi Szederinda népdalkör. Arra járnak a sztornyai lányok,
Az idősek Kárpát-medencei kulturális és művészeti vetélkedőjén több mint 10.500-an indultak, de az elődöntőkből csupán 30 produkció kerülhetett be a döntőbe. A csoportos hangszeres zenei kategóriában a Szabadkai Szó Együttes lett díjazott. Már maga a megmérettetés, a fellépés, a verseny is nagyszerű volt. De remek közönség volt lent, tehát azok a sugarak, amelyek talán belőlünk kiindultak, azok százszorosan vetődtek vissza. Jó volt a színpadon lenni, jó volt énekelni, játszani ennek a közönségnek. Hát az, hogy megnyertük a kategóriában a versenyt, az végtelen boldogság. A kézművesek is díjjal térhetnek haza. A Szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület gránátarma hímző szakköre úri hímzéseit és fonott csipkéit díjazta a zsűri. A rendezvényen részt vett Pásztor István is. A VMS elnöke megköszönte a versenyzőknek, hogy aktívan részt vesznek a közösségi életben, és ezzel erőt adnak mindannyiunknak. Én azért vállaltam 2 évvel ezelőtt az idősek ki mit tudjának a védnökségét, és azért vállaltam ezt a mai felkérést, hogy megköszönjem minden jókedvű idős magyarnak határon innen és túl, hogy életerejével, jókedvével, versenyszellemével példát mutat itt és erőt ad nekünk. Az egész Kárpát-medencét megmozgató rendezvény megálmodója és főszervezője a bajmoki származású Kocsis József, a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének elnöke. Három személy tartóztatott le a bosznia-hercegovinai rendőrség az Zvorniki terrortámadás kapcsán. Az elmúlt 24 órában további 2 helyszínt fésültek át a nyomozók a vizsgálat sikere érdekében. Várható, hogy még csütörtökön részleteket közölnek az Abdullah Hasanovic és Kasim Mehidic ellen folytatott eljárásról, akiket közvetlenül a támadás után tartóztattak le, mert kapcsolatban álltak az akció során megölt támadóval, Nerdim Ibrittyel. Rajtuk kívül Muhammed Demirovićot is letartóztatták, akinél bizonyítékokat találtak. A boszniai hatóságok kapcsolatokat keresnek a Zvorniki terrortámadás végrehajtója és az országban működő radikális iszlámista csoportok között, amelyek egyes adatok szerint legalább 150 önkéntes toboroztak az utóbbi időben az Iszlám Állam szélsőséges terrorszervezet számára. Nepálban a legfrissebb adatok szerint a földrengések halálos áldozatainak száma meghaladta az 5500-at, figyelembe véve a földmozgás pusztítását és a számos megközelíthetetlen terület lehetséges veszteségeit. A hatóságok azt feltételezik, hogy a végső összesítés 10 000-en felül lesz. A sérültek ellátása szinte megoldhatatlan kihívás elé állítja Nepál kórházait. Példa nélküli katasztrófa. Így jellemezte a hétvégi 7,9-es erősségű nepáli földrengést a dél-ázsiai ország kommunikációs minisztere. Minendra Rijal elismerte, hogy a mentés és a segélyezés megszervezésekor követtek el kisebb hibákat is. A szakemberek attól tartanak, hogy a földrengés pusztítása, az élelem és ivóvíz hiánya után hamarosan járványok sújthatják az országot. Időközben nő a feszültség a fővárosban, Katmanduban, ahol sokan hiányolják a kormány segítségét. Mintegy 200-an csaknem összecsaptak a rendőrökkel szerdán. A tömeg blokkolta a forgalmat, és kormányellenes jelszavakat is skandált. Közben India állampolgárait kezdte el kimenekíteni Nepálból. A több száz indiaiért, akik már évek óta itt éltek, Észak-Indiából érkeztek buszok, hogy elhagyhassák a katasztrófa sújtotta országot. Számos felbecsülhetetlen értékű templom, szentély és jelentős épület dőlt romba. A nepáli katonákhoz és a külföldi segélymunkásokhoz szerdán több száz helyi és külföldi önkéntes csatlakozott, hogy segítsenek eltakarítani a romokat egy ősi templom körül. A túlélők utáni kutatást folytatják, de minden órával csökken a valószínűsége annak, hogy élve találnak valakit a romok alatt. Rengeteg külföldi mentőcsapat érkezett a hét elején, az elemi csapás sújtotta országba, többek között magyarok is. Nepál azonban kedden közölte, nincs szüksége több külföldi mentőcsapatra, mert hadserege és a kormány meg tud birkózni a helyzettel. Szerdán még mindig ezrek tüntettek Baltimore-ban, a napokkal korábbi feszültség azonban már jelentősen enyhült. Ehhez az is hozzájárul, hogy a rendőrség és a Nemzeti Gárda 3000 tagja biztosítja a nyugalmat az amerikai városban. A 25 éves Freddie Gray halálában sokan a rendőrségi brutalitás és a feketékkel szembeni megkülönböztető bánásmód bizonyítékát látják.
Hétfőn zavargások törtek ki a rendőrségi őrizet alatt halálosan megsérült színes bőrű férfi temetésének napján. Barack Obama, az Egyesült Államok elnöke szerint nincs bocsánat a rendbontóknak, akik szerinte semmilyen elvet sem képviselve, a helyzetet kihasználva fosztogatnak és rabolnak, rombolva ezzel saját közösségüket. When individuals get crowbars and start prying open doors to loot, they're not protesting. They're not making a statement. They're stealing. When they burn down a building, they're committing arson. And they're destroying and undermining businesses and opportunities in their own communities that rob jobs and opportunity from people in that area. So it is entirely appropriate that the mayor of Baltimore, who I spoke to yesterday, and the governor, who I spoke to yesterday, work to stop that kind of senseless violence and destruction. That is not a protest. That is not a statement. It's people, a handful of people, taking advantage of a situation for their own purposes, and they need to be treated as criminals. Szerdán több százan tüntettek New Yorkban, Washingtonban, Bostonban, Chicagóban, Detroitban és Minneapolisban is. Az előzetes bejelentések ellenére a halálesetről készült vizsgálati jelentést mégsem hozzák nyilvánosságra pénteken. Terrorista támadást hiúsított meg a német rendőrség Hessenben. A hatóság őrizetbe vett két a feltételezések szerint szalafista hátterű személyt, akiknek a lakásán gyúlékony anyagokat, robbanószereket és lőfegyvereket találtak, írja a Welt. A házaspár Halil és Senay D. néhány napja állt megfigyelés alatt. A gyanú akkor terelődött rájuk, amikor álnéven nagy mennyiségű hidrogénperoxidot és spirituszt vásároltak. A nyomozás szerint a férfi a frankfurti szalafistákkal volt kapcsolatban, és egy május 1-ére tervezett kerékpárfutam helyszínét mérte fel. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Rövidített munkaidő és ügyeletek jön május 1-e. Majáliskor fátyol felhős égbolt várható szűrt napsütéssel és helyi záporokkal, zivatarokkal. Az idei vajdasági vágtán három lovas indul Óbecse községből, ketten már tavaly is részt vettek a versenyen. Hajtók Péter Réve, Óbecse és Szaján színeiben indulnak. A sárga répát azt szereti, akkor hát, ha nyugodtabban áll. Pap Géza 56 éves kora ellenére fiatalokat megszégyenítő módon pattan fel lovára. Linda nevű 9 éves kancájával második alkalommal indul a vágtán Óbecse színeiben. A lovak szeretetét szüleitől örökölte, már gyerekként elkezdett lovagolni. Gyerekkorom óta. Hány évesen kezdtem, fogalmam sincs. Sokszor elvártak, mert a vasárnapon kint a szülők nem voltak otthon. Kivezettem a legöregebb lovat, ráütem, és akkor lefő az udvarba. Hány éves voltam, nem tudom. Első és második államista, nem tudom. A 19 éves Gán Igor is gyerekkorában kezdett el lovagolni. Tavaly Cura nevű lovával bekerült a döntőbe. Igor az iskolai tanulmányai miatt csak hétvégenként tud gyakorolni, de ebben az évben is jó eredményekre számít. Hétvégén szoktunk edzeni a vágtára a Tiszaparton. Gániknál több ló is áll az istálóban. Bájé Dragán Igorék 9 éves lipitai csődörével a vajdasági vágtán Szaján képviseli. A lovas most először vesz részt a versenyen. Most elsőnek indulom a vágtán, de jó eremével számolok. A lovasok együtt is szoktak edzeni, már összeszokott csapatot alkotnak. Több rendezvényen és felvonuláson is részt vettek már. Az Elekte Zenei Egyesület április 19-én megtartott Fiatal Tehetségek Pódiuma című koncertjén a zombori, belgrádi, újvidéki és topolyai fiatalok mellett nem léptek fel a szabadkai zeneiskola diákjai. Az intézmény igazgatónője szerint a szervezők nem kérték fel az iskolát a koncerten való részvételre. Az Elekte vezetői azt mondják, hogy ők nem az iskolákat, hanem a tehetséges fiatal művészeket kívánták bemutatni a közönségnek.
Fiatal Tehetségek Pódiuma címmel jótékonysági hangversenyt tartottak a Szabadkai Városházán az Elekte Egyesület szervezésében április 19-én. A zombori, belgrádi, újvidéki és topolyai fiatalok mellett nem léptek fel a Szabadkai Zeneiskola diákjai. A szervezők ezt már akkor is nehezményezték. A Szabadkai Zeneiskolából ezután senki nem játszik, de természetesen mindannyian zeneiskolában tanuló gyerekek, de ezúttal hangsúlyozom, hogy igazából mint individuumok lettek megszólítva, mint fiatal művészek, ezen van a hangsúly, hogy művészekként kezeljük őket kis kollégákként. Az ügyről több országos és vajdasági médiaház is beszámolt. A legtöbben úgy fogalmaztak, hogy az igazgatónő megtiltotta a diákok fellépését az Elekte rendezvényén. Ballai Edit azt állítja, hogy kommunikációs hiba volt a szervezésben. A közösségi oldalról, a Facebookról és a plakátról tudtuk meg, hogy diákjaink fellépnek. Semmilyen különösebb intézkedést nem hoztunk. Csütörtökön volt a tanszakfőnökök gyűlése, és a tanszakfőnökök véleményezték ezt a közlési módot, és az ilyen kommunikációt amatőrnek tartották. A gyűlésen azt is megbeszéltük, hogy amennyiben az iskolát felkérik, hogy fellépjenek a diákok, akkor elküldjük a legjobb 4 legtehetségesebb diákunkat. A felkérés nem érkezett meg vasárnapig a Szabadkai Zeneiskolába, ezért nem léptek fel a diákok a rendezvényen. Az Elekte képviselői szerint ezzel a gyermekek szabadságjoga sérült. Povređena je konvencija o zaštiti prava deteta, Ustav Republike Srbije, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i nekoliko. Svi ti pravni akti koji uređuju tu oblast su praktično govore o tome da deca nesmetano i na bilo koji način moraju imati priliku da se usavršavaju stručno, da idu na stručne skupove, da niko nema pravo, nijedna institucija, osoba da im tako nešto ograniči. Barlai Edit azt mondja, hogy évek óta bevett szabály, hogy a zeneiskola diákjait az iskola vezetőségével és a felkészítő tanárokkal egyeztetve kérik fel. Szerinte ebben az esetben ez nem történt meg. Erkölcsi szabály lehetne, hogy a tanárt megkérdezik, és ő foglalkozik vele, és ő tudja legjobban, hogy felkészült-e, hol áll a fejlődésében. Nem jó a gyereknek, hogyha úgy lép fel a nagy közönség előtt, hogy nincsenek ezek az előkészületek, amik a szerepléshez kellenek. Görög Noémi azt állítja, hogy a felkészítők tudtak arról, hogy a gyerekek részt vesznek a Fiatal Tehetségek Pódiuma című koncerten. Az esetek 50%-ában először a tanárnak szóltunk, a másik 2 esetben pedig a szülő maga az iskolában dolgozó tanár. Barlai Edit továbbra is fenntartja az álláspontját, hogy a Szabadkai Zeneiskola diákjainak fellépéseiről tudnia kell a tanároknak és az intézmény vezetőségének is. 150 versenyző gyerek zsivajától volt hangos kedden a Padőhelyi Iskola udvara. Csóka község minden iskolája képviselte magát az idei diákolimpián. A versenyen alsós kisdiákok mérettették meg magukat. Elsőtől harmadik osztályig Csóka község minden iskolája részt vett. A Szervó Mihály Általános Iskola volt az idei Diákolimpia házigazdája. Minden évben másik iskola rendezi ezt a kis olimpiát. Erről az olimpiáról, akik első helyet szereznek, aztán mennek tovább a körzetire, sőt, hogyha ott is tovább juttak, akkor a köztársasági versenyre. A gyerekek akadálypályán küzdöttek egymással, láthatóan nagyon élvezték, lelkesen szurkoltak egymásnak. A feladatok nehézsége a korcsoporttól függött. Hát sokat gyakoroltunk, meg néha kicsit játszottunk is közben. Lázasan készülődtünk, és bízunk abban, hogy mindenki számára nagyon kellemesen telt ez a mai délután, és hogy sikerekben gazdagon és élményekkel gazdagon távozik majd mindenki haza. A tanulók azt is elmondták, minek örülnek legjobban. Hát azért, mert sportoltunk, itt volt csak néző, érmet kapunk, ezért. Az elsősök közül a padélyak, a másodikosok közül a csókaiak nyerték az első helyet, a harmadikosok közül a Tisza-Szent Miklósi lányok és a padélyi fiúk mehetnek a körzeti versenyre, amit Nagykikinden szerveznek meg májusban. Új vezetőséget választott a Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület rendkívüli közgyűlésén. A nyilvános szavazással megválasztott 7-tagú elnökség Nagy Valéria okleveles jogászt választotta az egyesület elnökévé. A Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület múlt heti közgyűlésén
Leváltották az egyesület vezetőségét, ennek oka pedig az egyesület rossz anyagi helyzete volt. Nagy pénzügyi gondokkal rendelkezik ez az egyesület, ez az épület, amelyik az egyik a legöregebb a vajdaságunkban. Ma meglettek választva az új elnökségi tagok, és én sok sikert kívánok nekik, hogy a további munkát vigyék végbe. Ezúttal is köszönetet szeretnék mondani minden elnökségi tagnak, volt elnöknek. A Nagybecskereki Petőfi a II. Világháború utáni első magyar művelődési egyesület volt Vajdaságban, és május 6-án lesz megalakulásának 70. évfordulója. Biztos, hogy meg fogjuk valahogy ünnepelni, de most, hogy milyen szempontból lesznek majd ezek az ünnepségek, és milyen csoportok lesznek összegyűlve, azt még előre nem tudom megmondani. Az új összetételő elnökség a jövő héten kezdi meg a munkáját. Megpróbálunk minden módon, meg kell próbálni, nem húzkodunk vissza, és én bízok abba, hogy pozitív lesz. Szegényesen, de hát egyszerűen nem problémákat meg muszáj oldani. Próbálkozunk, minden ajtón be lehet kopogtatni, tehát az a lényeg, hogy folyjon a munka. Vastag Miklós több mint 4 évtizede aktív tagja a Nagybecskereki Petőfinek. Jelenleg a nyugdíjas klubvezetője. Kevesen vagyunk, és még ez a kevés személyzet is széthúzott, és így nem lehet. Itt össze kell tartani, tekintet nélkül arra, hogy ki milyen pártban van, itt legyen a Petőfinek a tagja. Ez a legfontosabb. És ha így összetartunk, akkor talán átbírjuk hídalni ezt a sok hiányt, ami most van. A Petőfi sikeres házigazdája volt a tavalyi Gyöngyös Bokrétának, amelyet Nagybecskereken tartottak meg. Zentán a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Népkert ad majd otthont a május 1-e alkalmából szervezett rendezvényeknek, bár korábban voltak kísérletek arra, hogy más helyszínre helyezzék át a majálisozást. A lakosság kérésének eleget téve a szervezők úgy döntöttek, idén újra a régi helyszínen tartják meg az ünnepet. Sportnapot foglal magába, különböző programokkal, horgászati verseny, sakk, pikádó, gyerekeknek külön program, és ezen kívül még főzőverseny is lesz a jelenlévők és a vállalkozó szelleműek részére. Ünnepi nyitvatartásra kell számítani Szerbiában május 1-én és 2-án. A munka ünnepe alatt a közintézmények rövidített munkaidővel dolgoznak, illetve csak ügyeletet tartanak. Az autóbuszok vasárnapi menetrend szerint közlekednek. Szabadkán az egészségházakban 1-e és 3-a között ügyeletet tartanak. A felnőttek a mentőállomáson kérhetnek orvosi segítséget. A gyerekeket az anya és gyermekgondozó 8 és 20 óra között fogadja, azután a kicsikkel is a mentőállomásra kell menni. A fogászati rendelő a fasizmus áldozatainak terén 7 és 13 óra között dolgozik. Bajmokon és Csantavéren az egészségházakban egésznapos ügyeletet tartanak. Hétfő reggelig a Városháza alatti gyógyszertár tart ügyeletet, valamint pénteken és szombaton 10 és 18 óra között a Palicsi patika is nyitva lesz. 2-án ügyeletet tart a Bajmoki, Csantavéri és a Harcosok sorakozója lakótelepi gyógyszertár is 8-tól 13 óráig. Pénteken a háztartási szemetet sem viszik el Szabadkán. A parkolás pénteken és szombaton ingyenes lesz, kivéve az Ócskapiacnál, valamint a Tejpiacnál található zárt parkolóban. A Szutransz belgrádi, újvidéki és szegedi járatai rendkívüli menetrend szerint indulnak, így az utazás előtt érdemes érdeklődni. Május 1-én Palicsra reggel 9 és éjszaka 1:30 között 10 percenként indul autóbusz, 2-án pedig 15 percenként reggel 9 és este 4:45 között. A Palicsi állatkert 1-én, 2-án és 3-án is reggel 8 és este 8 óra között várja a látogatókat. Nézzük Magyar Kanizsát! A helyi egészségházban csütörtök délutántól hétfő reggelig a mentőszolgálat biztosítja az orvosi ellátást. Az egészségügyi intézmény épületében működő állami gyógyszertár mindhárom napon 8 és 12, illetve 15 és 19 óra között ügyel. Zenta. A mentőszolgálat 24 órás ügyeletet tart az ünnepek alatt, az általános szolgálaton pedig 7 és 12 óra között fogadják a pácienseket. A gyermekorvost is mindhárom napon fel lehet keresni délelőtt néhány órán keresztül. Ezt követően a Zentai Közkórház gyerekgyógyászati osztályához kell fordulni segítségért.
A fogászat csak szombaton tart ügyeletet 8 és 12 óra között. Elsőjén, másodikán és harmadikán is nyitva lesz a gyógyszertár délelőttönként. A kommunális közvállalat pénteken nem szállítja el a háztartási hulladékot. Adán is 24 órás ügyeletet tart a mentőszolgálat. A gyógyszertár pénteken zárva lesz, szombaton és vasárnap pedig 8 és 12 óra között dolgozik. Topolya. A dr. Hadzsi János Egészségház május 1-én zárva tart, csak úgy, mint a községhez tartozó falvak rendelői is. A gyógyszertárak csütörtök után szintén csak hétfőn, május 4-én fogadják a pácienseket. A topolyai sürgősségi szolgálat a hosszú hétvégén megerősített ügyelettel dolgozik. A háztartási hulladékot sem szállítják el, a vonatok a megszokott menetrend szerint közlekednek Topolyán. A munka ünnepén Szerbiában összesen 49 posta dolgozik majd. Szabadkán, Újvidéken, Zomborban, Temerinben, Nagykikindán és Nagybecskereken is lehetőség lesz postai ügyintézésre. Nem is lesz olyan rossz idő május 1-én, ahogyan ezt az eddigi előrejelzések mutatták, mondják a meteorológusok. Majáliskor fátyol felhős lesz az égbolt, szűrt napsütéssel. Helyenként zápor is előfordulhat, főként estétől, de 20 fok felett lesz a hőmérséklet. Tipikus majálisozó időjárás lesz május 1-én. Legalábbis egy nappal a munka ünnep előtt ezt ígérik a meteorológusok. Napközben napsütés jellemzi majd az időjárást. Igaz, az időjósok szerint a fátyolfelhők miatt csak szűrt napsütésben lehet részünk. Becslések szerint a hőmérséklet 22-23 Celsius fok körül alakul, de néhány helyen akár a 25 fokot is elérheti. Mérsékelt déli, délnyugati szél lengedez majd. Délután megnövekszik a felhőzet, de a derűlátóbb előrejelzések szerint a legtöbb helyen a nap végéig száraz marad az idő. Helyi záporok előfordulhatnak. A számítások szerint Belgrádban és Újvidéken nem esik majd az eső, Palicson azonban nem kizárt, hogy záporok és zivatarok is lesznek. Az éjszakát is a szabadban töltőknek nem árt jól felöltözniük, az éjjeli hőmérséklet 6 és 12 Celsius fok között alakul. Rossz hír azok számára, akik szombaton is a természetben szeretnének ünnepelni, hogy ekkorra már az egész térséget elérheti az eső, és néhány fokkal a hőmérséklet is csökkenhet. Vasárnap azonban ismét meleg, napos időre van kilátás. Az ennél is távolabbi előrejelzések szerint jövő hét elején egy trópusi hullám éri el térségünket. A hőmérséklet akár a 30 Celsius fokot is meghaladhatja majd, sőt a meteorológusok nem tartják kizártnak a 35 fokos hőséget sem. A bajnoki döntő második mérkőzésén is alul maradt a Spartakusz női röplabda együttese Belgrádban a Partizan Vizura csapatával szemben. Szlobodan Galesev játékosai tegnap este 120 percnyi ádászharcot követően maradtak alul 3-2 arányban. A látványos labdamenetekben ugyanakkor a nagy tét miatt az átlagosnál több hibával tarkított mérkőzésen a szabadkai együttes közelebb állt a győzelemhez, mint az első találkozón, de az ötödik játszmában nem tudták korábbi játékokat megközelíteni a kék galambok. Javításra szombaton lesz lehetőség, amikor a döntő harmadik mérkőzésén a két csapat Szabadkán találkozik egymással. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Megnövelik a fizetéseket és a nyugdíjakat, nyilatkozta Alekszandar Vucic. Ma választja meg az elnökséget és a párt alelnökeit a Vajdasági Magyar Szövetség tanácsa. Folytatódhat az újvidéki Zsezsely híd építése. A városi képviselőtestület elfogadta a szükséges szerződés kiegészítéseket. Két vajdasági díjazott az idősek második Kárpát-medencei kulturális és művészeti vetélkedőjén. Köszönjük figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra, ahol bejátszásainkat, műsorainkat is visszanézhetik. A viszontlátásra!